5 bőrtárgy készítő, 6 fa megmunkáló, 12 virágkötő, 11 vendéglátó eladó, 9 szakács, 4 asztalosipari szerelő és 2 vendéglátó eladó, összesen 49 diák mondott búcsút az iskolának ezen a napon. Mert tudjuk, a levél nem elég, a telefon sem,
csak a találkozás. Összegyűltünk, mert kell a közelség, az érintés, a mosoly, kellenek a szemek, kellenek azok a pillanatok, hogy a lelkekben megrajzolt képet a valóságban tudjuk kiszínezni. És összegyűltünk azért is, hogy együtt mondjuk ki, szabad elesni, szabad hibázni, és szabad a másikat fölsegíteni. Szabad másokért élő ember lenni. Kedves ballagó barátaim, különlegesek vagytok. Számomra a legkülönlegesebbek, a legkedveltebbek. Szeretlek benneteket. Talán jobban is, mint ahogy szeretheti egy vezető, osztályfőnök, iskolája tanulóit, osztályát. De kicsit fogadott fiaim és lányaim is vagytok, és talán olyanok vagyunk egymásnak, mint egy nagy barát. Persze, ilyen esetben még nehezebb az elválás, a búcsúzás, hogy szívünkkel is el tudjunk titeket engedni. Visszalopnám én a beszélgetéseket, mondta az egyik diák a minap. Visszalopnánk mi is az arcokat, a pillanatokat, amikor egymástól kölcsönös figyelmet kaptunk, amikor nem az indulatok hajtottak minket, titeket, amikor józanul tudtunk közösen tervezni és dönteni. De ma nem kell visszalopni semmit. A mai nap egy olyan alkalom, amikor kézzelfoghatóan megélhetjük, hogy a közös utunknak nem csak értelme, hanem célja is van. A mai nap egy olyan alkalom, amikor talán már látjuk, hogy az életünk olyan, mint egy marék aranypor. Rendkívüli érték. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Úgy véljük, hogy azzal, hogy olyan szakmát választottatok, amiből hiány van itthon és a nagyvilágban is, jól kezdtétek el használni a kezetekben levő aranyport. Jól használni az aranyport azt jelenti, merni kell, akarni, tudni, tenni és támaszkodni. Merni kell nehéz helyzetben nem feladni, elmenekülni, hanem kitartani. Akarni, másokra figyelni. Tudni, hogy felelősséget vállalni. És tenni, támaszkodni, ami szerintem az egyik legfontosabb. Ebben a nagyon változó világban biztos pontokat keresni, olyan értékeket, ami segíthet. Most elbúcsúzunk tőletek, mint diákoktól, és köszöntünk titeket, mint az új utakon indulókat. Új úton indulni mindig kaland és kihívás, kell hozzá hit, erő és bizalom, sok sikert és emberséget. Isten áldjon titeket! Diót, jegenye fát és űrhajót, a hétfő keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek. Tanulni kell, magyarul és világul tanulni kell, mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel. Tanulni kell, szeretni kell. A legnagyobb csoda, mint kaphattál, élni. Titkos ösvényekre térni. Bátornak lenni, kicsit félni, mosolyogni, néha sírni. Menni az úton, amit a sors ad, mely néha gyönyörű, néha torz. Élményözön emlékek, vágyok, tűnő események, remények, tiszta szívek bátorsága, percnyi évek boldogsága. Néző, kérünk, hibáinkra most ne nézz, így lesz az is, mi csonka, még egész. Addig élek, amíg élek, amíg bennem zeng a lélek, zeng a lélek, zeng a szó, zen a szeretetajtó. A végzősök osztályfőnökei könyvajándékkal díjazták azokat, akik valamilyen módon kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a tanév folyamán. Sós Fatima, egy nagyon szeretett költő Mécs László azt mondta, hogy az élet örök búcsúzás,
Ó, bárcsak tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a messiás. Mint a messiás, olyan fényt nem tudunk hagyni és adni, de kicsike fényeket tudunk. Ezeket a kicsike fényeket szeretnénk megköszönni, és Tima nénivel egy-egy könyvet a ballagó diákoknak adni. Az intézmény diákoknak adható legrangosabb elismerésének átadására is sor került. 3 évvel ezelőtt alapítottunk egy díjat, aminek az a neve, hogy Iskolámért. Ezt a díjat minden évben, 2-3 volt olyan év, mikor 4 tanuló kapta meg. Tulajdonképpen a díjnak az értelmezése az, hogy olyan tanuló kaphatja meg, olyan tanulónak fogom átadni, aki önmagához képest végig az itt tanult, itt eltöltött idő során a legtöbbet nyújtotta, mert ha önmagához képest a tanuló sokat fejlődik, vagy egyenletes, erős teljesítményt nyújt, az az iskolának is egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. A díj elnevezése Iskolámért díj, egy oklevéllel és pénzjutalommal jár, amelyet a németországi Höchstatti testvér Korpin családunkkal közösen kapja meg a tanuló, tulajdonképpen az ő és a mi adományunk. Ebben a tanévben 2 tanulót javasolt a tantestület. Az egyik tanulóról a következőket írta az osztályfőnök. Dombi Henrietta a virágkötő 10. évfolyam végzős tanulója. Osztályközösségépítő és megtartó magatartásával a közösség szíve. Az értékekhez való ragaszkodásával példaképként áll osztálytársai előtt. Szakmai teljesítménye kiegyensúlyozott, mindig lehetett rá számítani. Gyakorlati órán kreatív, szorgalmas, társait segítő. Nyugodt, csendes, de határozott magatartásával jó hatással volt osztálytársaira. Kérem szépen, hogy Henny jöjjön ki, és vegye át tőlem a Korpin család utánát. Másik tanuló talán felismeri magát, úgyhogy nem mondom előre a nevét. Róla a következőket mondta az osztályfőnök és a gyakorlati oktató. Az osztály közösségi életének motorja. Önzetlenül segíti, motiválja és pozitív irányba tereli társait. Precízségével, szorgalmával kitűnik a környezetéből. Sajátos humorával színesítve napjainkat. Megfigyeltem, hogy magával mindig történik valami. Móri Hárdot kérem szépen. Az iskola fiatalabbjai búcsúztak ajándékprodukcióikkal a ballagó vén diákoktól. A suliba, ki benne volt, mint a buliba. Hidd el, ez eredményes. Legyenek ők szerencsések. Minden jót kívánok nektek. Fogadjátok az eredettel a rappen. Remélem mindenkinek tetszett. Remélem mindenkinek tetszett. Köszönöm szépen. Attention, don't you see, baby?